Jól haladnak a tavalyi évben elkezdett járda és útfelújítási munkálatok Atalában. A településvezetés idén folytatni szeretné az elhasználódott burkolatok korszerűsítését. Számos fejlesztési tervet fogalmaztak meg a 2022-es évre, mondja Orosváriné Bocz Tünde polgármester. Azok a tervek, amiket előzetesen a képviselőtestülettel megbeszéltünk és leegyeztettünk, azt gondolom, hogy sok minden megvalósult már, hiszen a járda felújítások lassan a végéhez közelednek. Igazából tényleg csak egy-két járdánk van, ami felújításra szorul, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a téren teljesen jók vagyunk. Az útfelújítások is nagyon-nagyon jól haladnak. Itt igazából két utunk van, amit még meg kell majd javítanunk, ki kell javítani, és akkor azokkal is teljesen jók leszünk. És hát azt gondolom, hogy ami nem volt akkor előre látható, amit szerettünk volna, az, hogy bölcsöde építésre adtuk a fejünket, illetve beadtunk rá egy pályázatot. Azt gondoltuk, hogy ezt nem hagyhatjuk ki, hiszen folyamatosan érkeznek a településre a fiatal családok. Egyre több a gyermek, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, és mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy egy ilyen bölcsöde az nagyon nagy segítség lehet a családok számára. Tehát ez volt az, ami igazából nem volt az elején betervezve, de úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen meg kell valósítanunk. Más kis településekhez hasonlóan az Atalai önkormányzat is szeretné kihasználni. A Magyar Falu program nyújtotta pályázati lehetőségeket. Az idei évben azt gondolom, hogy minden településvezető most fókuszál a Magyar Falu programra. Mi is ebben a programban szeretnénk részt venni. 5 pályázatot fogunk ebben a programsorozatban beadni. Szeretnénk kommunális eszközökre pályázni, járdafelújításra, útfelújításra, temető fejlesztésen belül szeretnénk egy urnafalat létrehozni, illetve mindenféleképpen szeretnénk folytatni a családi parkot. Ugye gyermekjátszótér az már van, most pedig felnőtt fitness eszközökkel szeretnénk kiegészíteni ezt a parkot, hogy ott a felnőttek is megtalálják a kikapcsolódás lehetőségét. Úgyhogy ez lenne az 5 magyar falus, amiben szeretnék indulni. A 2022-es év első fele tervezéssel és további pályázati források felkutatásával zajlik, mondja a településvezető. Évelején valamikor érkeznek majd a kiírásra a top pluszos pályázatok. Ezeken belül szeretnénk a csapadékcsatorna elvezetésre újra pályázni. Gyakorlatilag a település félig már megoldotta ez a csapadék elvezetés, és szeretnénk azokat a részeket is megoldani, amik ugyan kérdésesek és eléggé indokolt azoknak a részén kialakítani ezt a csapadék elvezetőt, úgyhogy erre mindenféleképpen pályázni szeretnénk. Illetve beadtunk december végén még egy VP-s pályázatot, az pedig külterületi útfelújításra. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagy pályázat, de mindenféleképpen szeretnénk ezt is majd. Ez az Atalához tartozó Szent Iván pusztát és Göllét összekötő útszakasznak a hát gyakorlatilag teljesen új burkolattal látnánk el, hiszen ez most jelenleg egy földútként funkcionál, körülbelül 3 km hosszú, itt a Göllei önkormányzattal közösen pályázunk rá. A pályázatot beadtuk, és hát most várjuk a döntést. A tervek szerint idén elkezdődik a polgármesteri hivatal épületének felújítása. Az ingatlan tető szerkezete előregedett és beázik, és a falak is vizesednek. Az ehhez szükséges forrást már megnyerték, reményeik szerint a kivitelezés még ebben az évben megtörténik. A falu közösségi élete az elmúlt évben mozgalmas volt. Igyekeztek minden korosztály számára színes programokat szervezni. Többek között kiállítás, térzene, falunap, rétessütés, adventi vásár is szerepelt a palettán. Fontos mérföldkő volt az Atalai Általános Iskola felújítása és újraindítása. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy egy év szünetetetés után végre szeptember 1-jével újra tudtuk indítani az Atalai iskolát. Megelőzte ezt az, hogy gyakorlatilag az egész nyár munkával telt, hiszen fel kellett újítanunk az iskolának az épületét, illetve az étkezőnek az épületét is. Nagyon sok minden munka várt azokra a társadalmi munkába érkező önkéntesekre, akik szívesen vettek részt a munkában. Kifestettük az egész iskolának a belső tereit, aztán a tankerület is hozzájárult ehhez a munkához, hiszen a vizes blokkot ők teljes egészében felújították.
a tanári az új padozatot kapott, szintén kifestésre került az étkező. Egy-két kiegészítő eleme, még egy kicsit jobban felszereltük az étkező részt is, hiszen nagyon-nagyon rászorult. És hát próbáltuk az udvarrészt is egy kicsit barátságosabbá, gyermekközpontúvá varázsolni, hogy mire a 14 első osztályos szeptember 1-ével megérkezik, addigra egy igazán szuper kis iskola várja őket. Az Atala iskola talán annyival lesz más iskolákhoz képest, hogy próbálunk az egyénekre, az egyes gyerekekre fókuszálni. Minden gyerekben megpróbáljuk megtalálni azt, ami jó, azt, ami pozitívum, és erősíteni esetleg ezt, és azt, amiben egy kicsit gyengébb, azt pedig megpróbálják a tanerők, a tanítók erősíteni és fölhúzni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok odafigyeléssel, akár egy-egy gyermeket külön tanítva is megpróbálják ezt a 14 gyermeket gyakorlatilag így első osztály végére majd tudásilag egy szintre hozni. Meglátjuk, hogy mennyire fog működni. Most így a fél évhez közeledve már azt gondolom, és azt is látjuk, hogy nagyon jól működik. Nagyon kitartóak a tanítóink, és nagyon-nagyon lelkesek. 2022-ben még több közösségi és kulturális programmal, valamint újdonságokkal is várják majd a falu lakóit.